Gyászfényszaru lakói elfogadták a járványügyi veszélyhelyzetben kihirdetett korlátozó intézkedéseket és alkalmazkodnak a kialakult helyzethez. Hadd kezdjem azzal, hogy Gyászfényszaru lakosságára nagyon büszke vagyok. Fegyelmezettek, értelmesek, felfogták. Mind a szociális, mind az egészségügyi dolgozók a helyzet magaslatán vannak, és szinte naponta, ha szükséges, ülésezik a Szociális és Egészségügyi Bizottság, ha valakinek valamiféle segélyre vagy beavatkozásra lenne szüksége. Lehetőségei szerint az önkormányzat próbál segítséget nyújtani az érintettek számára. A lakhelyelhagyási korlátozások rendelkezéseit a városban élők legnagyobb része, ha okoz is kellemetlenséget, betartja. Az online oktatás rendben zajlik, viszont ahol ehhez nincsenek meg a feltételek, az általános iskola szakmai felügyelete mellett a kisebbségi önkormányzat közösségi házában is segítséget nyújtanak a rászorulóknak. Hát az óvodások az egy más kategória, nyilván nem lehet őket online oktatni. Szülők többé-kevésbé ezt is meg tudják oldani. Ugyanakkor a óvodavezetője úgy intézkedett, ahogyan a jogszabályi előírások is ezt lehetővé teszik, hogy kisebb csoportokba felügyeletet nyilván biztosítanak. A polgármesteri hivatal munkatársai, akiknek feladata nem teszi lehetővé az otthoni munkavégzést, szabadságukat töltik. A veszélyhelyzet és a kijárási korlátozás sok elhúzódása esetén az önkormányzat áttekinti, hogy milyen segítséget nyújthat az érintett dolgozók számára. A város ipari parkjának nagy foglalkoztatói is csökkentett munkarenddel, illetve szabadságolással próbálja áthidalni ezt az időszakot, tette hozzá a polgármester. Az emberekben van egyfajta szolidaritás, ami hogy is mondjam, nem egy kötelező érvényű utasításnak az eredménye, hanem egyfajta belső igény, hogy összefogjon a város lakossága. Az intézmények számára minden területen biztosított az önkormányzat megfelelő mennyiségű fertőtlenítőszert és védőeszközt.